13 ezer síró, őrjöngő Timi a csehországi Brnótól nem messze lévő Austerlici vár kertjében. Sokan közülük magyarok, akik két 17 éves fiú kedvéért tették meg a több órás utat. Bemutatjuk Norvégia jelenleg legsikeresebb Timi duóját, akik ráadásul ikrek. Alig több mint 4 év alatt lettek olyan sikeresek, hogy most már több millióan követik őket a legismertebb közösségi oldalakon, és 4 lemezük is megjelent. Sőt, saját ruhakollekciót is terveztek. Énekeltek 3 éve a Nobel békedíj koncerten, és saját szerzeményüket adták elő a svéd koronahercegnő 40. születésnapi partiján. Van olyan klipjük, amit több mint 200 millióan néztek már meg az interneten. Csehországi koncertjük előtt csak az RTL klubnak adtak exkluzív interjút. Ők Markus és Martinus. Sziasztok! We're Markus and Martinus, and you're watching Focus. Oh yeah! Több ezren várakoznak a kapunyításra a csehországi fellépés helyszínén. A 10 évesek legtöbbje szülőkkel jött. Sokan viselnek a duó arcképével ellátott ruhákat, baseball sapkákat, és festik egymásra a várakozás közben a két M betűt, a popsztárok keresztnevének kezdő betűit. A rajongók magukat MMR-eknek hívják. Markus és Martinus 2012-ben robbant be a norvég zenei életbe. Akkor egy oszlói tehetségkutatót nyertek meg mindössze 10 évesen. Rögtön a slágerlisták élére kerültek első dalukkal, és azóta sikerük megtörhetetlen. Először az anyanyelvünkön énekeltünk, aztán egyre több rajongónk lett Skandinávián kívül. Így azt gondoltuk, hogy egyre több embernek kell megértenie, amiről énekelünk. Ezért az angolra váltottunk. Igazuk lett. Ráadásul olyan ismert sztárok is felfigyeltek rájuk, mint a szintén norvég Metcon, akikkel duetteztek is. Volt már közös daluk az amerikai rapperre Silentóval, legutóbbi turnéjukon pedig már Jason Derulo előzenekaraként léptek fel Európa szerte. Egyik példaképünk is Jason Derulo, nagyon sokszor bemehettünk már vele a stúdiójába, tényleg szuper a közelébe lenni, nagyon jó fej és egyáltalán nem nagy képű. És a stábtagok, akik körülveszik, olyanok, mint egy nagy család, együtt ebédelnek, együtt járják a városokat, ahol fellépnek. A rajongóik szinte őrjöngve követik őket mindenhova. Amikor a fellépés helyszínére vitték őket egy kis buszban, szinte lerohanták a kocsit a fanatikusok. Gyakran előfordul az ilyen. Finnországban arra emlékszem, hogy olyan hajnali egy körül, amikor már mindenkinek ágyban lett volna a helye, rajongók egy csoportja gyűlt össze a hotelünknél, és amikor a kocsinkba be akartunk szállni, közülük néhányan kinyitották az egyik ajtót, és beugrottak rajta. A biztonsági őrök pedig úgy húzták ki őket mellőlünk. Aztán, amikor elindult a kocsi, akkor a csomagtartót nyitották ki, és be akartak mászni rajta hozzánk. Hihetetlen volt. A csehországi koncerten is folyamatosan hallani lehetett a rajongók sikítását. Sokan sírtak is a srácok puszta látványától, és több lányt is ki kellett emelni a tömegből. Akkor volt a legnagyobb a hangorkám, amikor egyikük, Markus, lejött az árokba, karnyújtásnyira a fanatikusoktól. A fiúkat is meglepi, hogy évről évre egyre nagyobb a rajongótáboruk. Amikor először jártunk Csehországban, akkor 4-5 ezeren lehettek, ami persze nagyon sok, de most 12-13 ezer rajongó van itt, őrület, nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Rögtön az első sorban magyarokat látni a zászlóval. Több ezeren jöttek ki Csehországba, hogy lássák kedvencüket. Volt, aki olyan jegyet váltott, amiben benne volt egy találkozó Markusszal és Martinusszal. Ez a szolnoki lány aláírásokat is kapott tőlük. Szerintem az a jó bennük, hogy nagyon összhangban énekelnek, és mivel ittek, és nagyon, nagyon jó a hangjuk, és szerintem a zenéjük is egyediek, nem másolnak más énekeseket, és én nagyon szeretem őket. Magyarországon is egyre többen vannak a Markus és Martinus rajongók. Ezek a lányok is sokszor összejárnak, rajongókból barátok lettek. Magyar zászlóval és saját koreográfiával készültek a cseh koncertre. A zászlón például több mint 800 aláírás van. Minimum ennyien rajonganak a norvég duóért itthon. Mi is vittünk ajándékokat a magyaroktól a fiúknak, egyebek mellett egy zászlót, amelyet aláírtak, magyar csokikat és serlegeket, amelyekre rágravírozták a nevüket. Tudják, hogy sokan rajonganak értük nálunk. Már voltunk Ausztriában, és ott már láttunk sok magyar rajongót, úgyhogy mindenképpen mennünk kell majd Magyarországra. A háttértáncosokkal és énekesekkel színesített show teljesen élő, a fiúk nem playbackelnek. Markus és Martinus is zenél, gitáron és zongorán is játszanak. Arra készülnek, hogy a mostaninál is több országot hódítsanak meg. Új kislemezük címe Soon, azaz hamarosan.
Ugye hamarosan 18 évesek leszünk, felnőttek, nem sokára új dalaink jönnek, ezért választottuk ezt a nevet a kislemeznek is. De ez nem csak ránk utal, hanem a rajongóinkra is, mivel ők is velünk együtt nőnek fel. Sokan közülük szintén 18 évesek lesznek hamarosan. Teveik között szerepel, hogy többek között Justin Timberlake-kel vagy Ed Sheerannel is együtt énekeljenek, no és az, hogy minél előbb Budapestre juhassanak.